Poštovani odbornici, poštovani gospodine predsjedniče sa svojim saradnicima, poštovani predstavnici medija, otvaram treću sjednicu Skupštine opštine Kanjiža. Molim vas da potvrdite svoje prisustvo u cilju utvrđivanja kvoruma. Konstatujem da je prisutno 24 delegata, odsutnih je petero odbornika, odsutnih je pet. Pre utvrđivanja dnevnog reda usvaja se zapisnik sa prethodne sednice. Da li neko ima primedbu na zapisnik sačinjen na drugoj sednici Skupštine opštine Kanjiža? Konstatujem da niko nema, otvaram glasanje za po prethodnoj tačci dnevnog reda. Konstatujem da je za glasalo 24 odbornika. Ukoliko nema primedbi, prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda treće sednice Skupštine opštine Kanjiža. Molim odbornike da se izjasne o predloženom dnevnom redu treće sednice Skupštine opštine Kanjiža u celini. Ko je za? Konstatujem da je za glasalo 24 prisutna odbornika. Prelazimo na pojedine tačke dnevnog reda. Predlog odluke u poslovnom prostoru. Uvodno izlaganje daje Atila Kasa, načelnik odeljenja za opšte poslove i društvene delatnosti opštinske uprave Kanjiža. Izvoli Atila. Poštovani predsedniče, poštovani odbornici, tisztelt kultisztelt képviselők, önök előtt álló rendeleti javaslatunk az alapvető rendelkezések fejezetben szabályozás tárgyát határozza meg, a község köztulajdonában álló üzlethelyiségek fogalmát, a bérbeadás fogalmát és az üzlethelyiségek nyilvántartásának szabályozását. Emellett az üzlethelyiségek bérbeadásának általános feltételeit határozza meg, a bérleti díj mértékének megállapítási módját, a bérleti díj piaci mértékének becslését, a bérleti díj becsült piaci mértékének megállapításához alapul szolgáló tényezőket határozza meg, melyek legfőképpen a községünk területén létező övezetek, illetve a bérbeadott üzlethelyiségben folytatandó majdani tevékenység. Emellett az üzlethelyiségek bérbeadásának eljárását határozza meg az erre kinevezett testületeket és bizottságokat,
illetve az üzlethelyiségek bérletével, illetve használatával kapcsolatos kölcsönös viszonyokat rendezi. Emellett kitér még az olyan esetekre, amikor egy üzlethelyiséget 30 napnál rövidebb időre szeretnénk bérbe vagy használatra adni. Elrendeletjavaslatunk teljes körben szabályozza a köztulajdonról szóló törvény értelmében és összhangban vele az üzlethelyiségek való rendelkezést, feltételeit és módját, ezért kérem Önöket, hogy fogadják el a rendeletjavaslatunkat. Köszönöm szépen. Zahvaljujem se gospodinu Kasi. Da li ima neko dopunu dnevnog reda? Otvaram raspravu o dopuni dnevnog reda. Da li ima neko prijavljen? Monika, izvolite. Hvala lepo. Köszönöm szépen. Képviselőcsoportunk nevében szeretnék egy módosítást kérni önöktől, illetve tisztelt képviselőket megkérném, hogy tárgyaljanak esetleg erről a lehetőségről. Két szakaszban szeretnék javasolni módosítást a rendelet javaslatban. Az egyik a 23-as szakaszban, a 23-as szakasz egyes pontjában, amely szakasz arról szól, hogy mely esetekben tudják visszavonni, vagy tudja visszavenni a bérleményt a bérbeadó. Az egyes pontot szeretném, hogyha ki tudnánk egészíteni, és hozzá tudnánk tenni egy mondatrészt, tehát ahol a, tehát így hangzik, hogy akkor nem veheti vissza, tehát a bérbeadó, ha a bérlő tőke megtartási befektetések jóváhagyása miatt csökkentett bérleti díj kifizetésének időszakában, illetve a bérleti díj fizetés aluli mentességének időszakában van. Mert hogy ugye ez a rendelet azt is szabályozza, hogy ha valaki befektet ebbe az üzlethelyiségbe, akkor hogyan tudja, vagy milyen engedményekre tesz szert a bérleti díjnál. Tehát ez erre vonatkozik. A másik pedig a 18-as szakaszban, ahol, amely arról szól, hogy tehát emel lehetőséget ad a bérleti időszakban a bérleti díjnak az emelésére. Ez gondolom, hogy nem nagy emelésről, százalékos emelésről van szó, de úgy gondoljuk, hogy jelen gazdasági helyzetben talán arra az 5 évre meg lehetne adni ezt az engedményt, hogy akkor legyen ez egy fix euróban kifejezett ár, így van ez az állami földeknél is. És utána, hogyha látjuk, hogy a piaci értéke ennek a bizonyos ingatlannak valóban megnőtt egy olyan mértékben, hogy azt érdemes, akkor a következő licitálásnál a kikiáltási árat meg lehetne növelni. Én nagyon kérem Önöket, hogy gondolják át, esetleg szóljonak hozzá, vagy hogyha nem sürgős és nem dátumhoz kötött, akkor esetleg egy következő ülésen ezekkel a módosításokkal, vagy akár most, hogyha egyeznek ezekkel a módosításokkal, akkor így szavazzuk meg. Én köszönöm szépen. Zahvaljujem se Moniki. Na sljedeće prijavljen je Kalmar Tinde. Izvolite. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtársaim, mint egy civil szervezet vezetőjeként nagyon fontosnak és pozitív dolognak tartom ezt a rendeletjavaslatot, amivel megkönnyítik a használatát az üzlethelyiségeknek. Úgy gondolom, hogy így a civil szervezetek a tevékenységüket ki tudják majd bővíteni és tökéletesíteni tudják, valamint nagy lehetőség ez a község kisebb településein működő civil szervezeteknek is, így ki tudják terjeszteni a tevékenységüket, és ezáltal közösségünknek egy plusz tudunk adni. Köszönöm. Hvala lepo, pošto nema više... Ja, pardon, ja se izvinjam, gospodin Sarovka, ide, izvolite. A VMS frakciónak nevében egy kompromisszumos megoldást javaslok Monikának. Az előterjesztésének az első szakaszával tökéletesen egyetértünk, és ezt már most meg tudjuk szavazni. A második részét viszont én azt mondom, hogy maradjon az eredeti állapotba, és itt már ma akkor tudunk róla szavazni, hogyha így egyetért a képviselőasszony. Köszönöm szépen.
Hvala, hvala lepo, Ede. Dajem reč predlagaču. Izvolite. Dakle, kako su već obrazložili pre mene oni koji su rekli, ovaj predlog za izmenu i dopunu ove odluke nema nikakvih pravnih smetnji, tako rečeno. Dakle, prepuštamo vam da odlučite o tome da li ćete sada izglasate da se usvoji u celosti sa ovim izmenama i da ove izmene i predlozi budu sastavni deo ove odluke ili ćete odlučiti o tome da ih ne prihvatite, to je dakle na vama, ili možete čak i da skinete tačku s dnevnog reda, što bi vam mi svakako preporučili da ne činite, zato što je zaista bitno da se ova odluka što ranije usvoji i na što adekvatniji način uredi ova oblast koja se odnosi na raspolaganje sa poslovnim prostorima u javnoj svojini. Hvala. Hvala lepo, Tila. Na dopuni, najpre bismo glasali o dopuni predloga za izmenu i dopunu dnevnog reda. Konstatujem da je za dopunu dnevnog reda glasalo 24 odbornika. Sada bismo glasali o predlogu u celini dopune dnevnog reda. Azzal, hogy akkor a Mónika nem kérte a másik nemesítést. Tehát elfogadta azt az ajánlatot. Először a módosításról szavaztunk, és azt elfogadták. Most az egészéről szavazunk. Elnézést, egy kis technikai kiigazítás. A probléma következő, mivel hogy ugyebár nem időbe és úgy jött be ez a javaslat, ahogy ezt technikailag elő lehetett volna készíteni, most egy kis üzemzavar van a szavazásnál. Tehát a javaslat a következő, és majd erről szeretnénk szavazni. Tehát a Magyar Mozgalom képviselőcsoportjának volt egy javaslat, ami kettő módosítást tartalmazott. A mi frakciónknak pedig volt egy javaslata, ahol azt javasoljuk, hogy az első módosítást fogadjuk el, viszont ami az árakra vonatkozik, mert hogy ez nem klasszikus értelembe véve licitáció, tehát nem lehet összehasonlítani a földekhez valójában ingatlan bérbeadás. Azt a részt viszont úgy gondoljuk, hogy nem tudjuk támogatni. Na már most ezért kell ketté választani a szavazást, hogy a módosítási javaslatnál ki az, aki támogatja az első résznek a módosítását, és ki az, aki támogatja a másodiknak, és utána még egy harmadikat szavazunk. Tehát elnézést kérek egy kicsit, most itt zavar van egy kicsit a rendszerbe, de a szavazás a következőképpen fog zajlani. Tehát feltesszük a kérdést, hogy a
módosításnak az első részével kiért egyet, azt a részt támogatjuk mi is. A második részre mi biztosan, mint frakció nem fogunk szavazni, és utána lesz egy harmadik, amikor már a teljes módosított rész fog szavazásra kerülni, akkor kell harmadszor is szavazni ugyanerről a napi rendi ponttól. Nem tudom, hogy ez mindenki számára így most érthető-e? Jó, rendben. Elnézést, nem az én tisztem, csak egy kis üzemzavar. Zahvaljujem se gospodinu predsjedniku na pojašnjenju. Zaista sva ona pitanja koja bi u buduće bila da se ne stvara određena konfuzija na samoj sednici, da se ili pre sednice blagovremeno sugeriše na određene stvari, tako da bismo bili što operativni. Hvala lepo. Sad bi. Prvom predlogu za dopunu. Znači, molim vas da se prvo izjasnite za prvu dopunu prvu dopunu odluke koju je Monika izjavila vezano za član. Da. Jó, mindegy, ez az eredmény. Na, csak most nézi, pritisznó 23-1-5. Konstatujem, da je zaglasalo 23. Da. 1 glasovi, 5 uzdržani. 1 uzdržan i 5 nije glasalo. Imamo jednog uzdržanog i 5 nije glasalo. Glasamo o drugoj dopuni. Glasamo o drugoj dopuni, o predlogu druge dopune. Konstatujem da za glasalo 7, protiv je bilo 17. Uzdržanih niko nije bio. Glasalo je ukupno 24 odbornika. Glasamo u cjelini sa usvojenom odlukom. Konstatujem da je 23 glasalo za. Sa ovim bismo zaključili ovu tačku dnevnog reda i prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, a to je predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Kanjiža za 2016. godinu. Uvodno izlaganje daje Tibor Domonkoš, šef odseka za financije, budžet i lokalnu poresku administraciju opštinske uprave opštine Kanjiža. Izvolite. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Önök előtt van az a rendeletjavaslat, amely a költségvetési rendszerről szóló törvény 63. szakasza alapján lett kidolgozva. A rendeletjavaslat első szakasza állítja, hogy a javaslat és a rendeletet módosítjuk, mégpedig a második szakasz értelmében 18,4 millió dinárral úgy a költségvetés bevételi, mint a költségvetés kiadási oldalán.
A magyarázat egyszerű, és ezt a harmadik szakasz tartalmaz a rendelet javaslatban, mégpedig arról szól, hogy az önkormányzat pályázat különböző tartományi titkárságoknál, elsősorban az Újvidéki Tartományi Mezőgazdasági Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárságnál, illetve a Tartományi Gazdasági Foglalkoztatási és Nemi Egyenjogúsági Titkárságnál. Három projektumban nyert az önkormányzat, amelyekre önrész kiválasztása is szükséges. Ezen három projektumnak az összértéke mintegy 18,4 millió dinárt tesz ki. Az önrész értékeit el fogom mondani, és azt, hogy mely projektumokról van szó. Magyarkanizsa község területén az elmúlt időszakban, az elmúlt két évben megkezdődött a vízvezetékhálózatnak a felújítása. Ez a harmadik szakasz egy olyan megépítést tartalmaz, amely folytatja a már elkezdett munkálatokat, és ennek eredményeképpen a költségvetésben 2,8 millió dinárt kell kiválasztani önrészként, illetve 5,6 millió dinár értékben a tartományi titkárság támogatja a projektum folytatását. Adorjány helyi közösség területén szintén folytatódik a vízhálózatnak a felújítása, ahol az önkormányzatnak 2,2 millió dinárt kell kiválasztani önrészként, és 3,8 millió dinárral támogatja ennek a projektumnak a folytatását a tartományi titkárság. Ez mellett, ahogyan tudják, két szakasz épült meg Horgoson a bicikliútnak, vagy a kerékpárútnak, és ennek a kerékpárútnak a harmadik szakasza folytatódik, szintén tartományi titkársági eszközök társításával, ahol 2,1 millió dinárt az önkormányzat pénzzel, és 1,9 millió dinárt pedig a tartományi titkárság. Tisztelt képviselők, az adott rendeletjavaslatot a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság múlt csütörtöki ülésén egyhangulag támogatta. Köszönöm szépen! Zahvaljujem se gospodinu Domankašu i otvaram raspravu po gore navedenom. Pošto nema nikog od prijavljenih, zaključujem raspravu i prelazimo na glasanje. Za je glasalo 24, protiv niko nije bio, uzdržanih nije bilo. S time smo završili sa ovom tačkom dnevnog reda i prelazimo na treću tačku dnevnog reda, a to je predlog odluke o izmenama, odluke o ostvarivanju prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju. Uvodno izlaganje daje gospodin Čiko Šlaclo, član opštinskog veća. Izvolite. Gospodine predsjedniče, drage kolege, tisztelt képviselő asszonyok és urak, az a nemes feladat hárul most rám, hogy előterjesszem azt, hogy Kanizsa község zászlósként az országba megtámogassa a méhen kívüli, illetve mesterséges megtermékenyítést. Igazándiból nincs itt a szemüvegem, de azt hiszem, hogy itt mást ír, mert ugye a testen kívüli megtermékenyítésről van szó. De hát ha lerészletezzük, ugye, hogy kivesznek a testből egy sejtet, illetve két testből, és aztán ezt ugye mesterséges úton előre hozzák, és visszahelyezik a méhbe, akkor mégiscsak azzal az analógiával élek, hogy mesterségesen termékenyítik méhen kívül. Tudni kell azt, hogy az országnak 7,1 millió lakosa van. Sajnos az elmúlt évben 104 ezeren haltak el.
66.728-an születtek, és könnyű a különbséget kiszámolni. Sajnos az elmúlt évben körülbelül 62.000-en hagyták el az országot a jobb élet reményében, és az állam nagyon gyorsan rájött, hogy így el fogunk fogyni. Ezzel a cselekedettel sikerült eljutni oda, hogy az állam magára vállalja a harmadik próbálkozást is a megtermékenyítési módba, és így a kanizsai költségvetésbe maradt egy kis eszköz, és a kanizsai, illetve a magyar kanizsai községbelieknek megpróbáljuk biztosítani a negyedik próbálkozást is. Ehhez még hozzátenném azt, hogy 2013-ban 65.400 gyermek született az országba, és 2015-ben pedig 66.728, tehát olyan 1300-400 gyerekkel több született tavaly. Tehát a gyerekcsinálási kedv az egyre növekedik. Köszönöm. Pošto nema prijavljenih, prelazimo na glasanje. Za je glasalo 24, protiv nije niko bio, uzdržanih nije bilo. Skupština opštine Kanjiža donela je odluku o izmenama odluke o ostvarivanju prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju. Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda, a to je predlog odluke o izmenama odluke o maksimalnom broju zaposlenih na određeno vreme u sistemu lokalne samouprave za opštinu Kanjiža u 2015. godinu. Uvodno izlaganje daje Ana Dukaj, načelnik opštinske uprave opština Kanjiža. Izvoli Ana. Poštovani predsjedniče, odbornici, tisztelt elnökúr, képviselők! A szerb kormány egy rendeletével meghatározta a helyi önkormányzati rendszerben a határozatlan idejű munkaviszonyban foglalkoztatható számát. Ez Magyar Kanizsa község tekintetében 254. A fentieknek megfelelően Magyar Kanizsa község képviselőtestülete hozott egy rendeletet még 2015 végén, és most ennek a rendeletnek a módosítására kerül sor, mégpedig úgy, hogy egyes szervezeti egységekben a foglalkoztatottak számát érinti ez. Tehát, ami a lényege, hogy 254-nél az önkormányzati rendszerben többen nem lehetünk meghatározatlan idejű munkaviszonyban. Így ez csak úgy lehetséges, ha egyes szervezeti egységeknél módosítunk, vagyis egyiektől elveszünk, a másikhoz hozzáadjuk. Ez a rendelet módosítás jogalapot ad arra, hogy a besorolási szabályzatokat is módosítani tudjuk, és ezeknek alapján pedig a belső pályázatok kiírására is sor kerülhet. Köszönöm szépen, kérem fogadják el. Hvala lepo, zahvaljujem se načelnici. Otvaram raspravu po gore navedenom predlogu. Prvi je prijavljeni gospodin Bontović Ištvan, izvolite. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt elnök úr! Ennek is egy általános hozzászólásom van, hogy vajon ez a 250 ember, vagy 254 ember úgymond fizetése
ez fönntartható-e Kanizsán. Mert volt itt időszak nem ilyen régen, még ahol 89-en voltak a fizetési listán. Most 254-en vagyunk. Tehát ez a község, ez a gazdaságának a község, valóan el tudja ezt viselni majd. Látjuk, hogy elég sok nehézség van már itt a fizetési kifizetésével is. Én azt mondom, hogy ezen kellene elgondolkodni, hogy fejlődünk még annyira Kanizsán, tehát a gazdaságtól kezdve minden, hogy ekkora felépítményt fönn tudunk tartani. Mert ugye ezek, itt sok ember nem 20 ezer dinár minimálbért keres, nem tűz sokkal többet. Lassan annyian vagyunk, mint egy komoly vállalat, lassan odaír a potisz, hogy ennyi embere lesz. A királyának nincs ennyi embere. Tehát az el kéne egy dolgon gondolkozni, hogy meddig tartható fönt, és minek a rovására fog ez menni. Köszönöm. Hvala lepo, gospodine Bontoč. A pošto nema više prijavljenih, zaključujem raspravu i prelazimo na glasanje. Konstatujem da je zaglasilo 20, protiv je bio 1, uzdržanih je bilo 3. Skupština opštine Kanjiža je donela odluku o izmenama odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave za opštinu Kanjiža u 2015. godini. Prelazimo na petu tačku dnevnog reda, a to je predlog odluke Vlade Republike Srbije o davanju na korišćenje nepokretnosti upisane u list nepokretnosti broj 3978 katastarska opština Kanjiža, opštini Kanjiža. Uvodno izlaganje daje Marta Oros, vaš opštinski pravobranilac. Izvolite, Marta. Poštovani predsjedniče, odbornici, tisztelt képviselők, elnök úr! Ezzel a rendelettervezettel az önkormányzat kezdeményezi a Szerb Köztársaság kormányánál a magyar-kanizsai 909-es helyrajzi számú parcellán lévő ingatlan használatba adását az önkormányzat részére. Ez valójában a főutcán lévő Óz épület. 99-ig ez az épület társadalmi tulajdont képezett, és az ifjúsági szövetségnek volt rajta használati joga. A törvény erejénél fogva 99-ben ez a használati jog megszűnt, és az épület átkerült állami tulajdonba, és azóta is állami tulajdont képez. A köztulajdonról szóló törvény lehetővé teszi azt, hogy az állam használatba adjon a tartománynak, illetve az önkormányzatoknak ingatlanokat. Ezzel szeretne élni az önkormányzat, biztosítva ezzel az ingatlan további használatát. A kormány dönt erről a kezdeményezésről, majd ezt követően egy szerződéskötésre kerül sor, ahol a használat részleteit szabályozza az önkormányzat, illetve a köztársasági vagyoni igazgatóság. Kérném szépen a képviselőket, hogy fogadják el ezt a tervezetet. Otvaram raspravu po ovom pitanju. Konstatujem da nema prijavljeni. Da li predlagaš? Stvari pa nema potrebe, da, pošto se niko nije prijavio. Molim odbornike da se izjasne ko je za, ko je protiv i ko je uzdržan. Konstatujem da je za 24, protiv nije niko bio, uzdržanih nije bilo. Skupština opštine je donela odluku o predlogu Vlade Republike Srbije o davanju na korišćenje nepokretnosti upisane u list nepokretnosti broj 3978 katastarska opština Kanjiža, opštini Kanjiža.
Prelazimo na šestu tačku dnevnog reda, a to je predlog odluke Vlade Republike Srbije da donese odluku o prenosu udela i osnivačkih prava nad privrednim društvom Potiski vodovodi d.o.o. Horgoš na opštinu Kanjiža. Uvodno izlaganje daje Marta Oras, vaš opštinski pravobranilac. Izvolite. A következő napi rendi pontot egy olyan rendelettervezet képezi, amely a Tiszamenti Vízművek Kft. Törzsbetéteit érinti. Ezzel a rendelettervezettel az önkormányzat szintén a kormányhoz intéz egy kezdeményezést, hogy a törzsbetétek 100%-át, valamint az alapítói jogokat ruházza át az állam az önkormányzatra. Ezt a Kft.-t 68-ban alapította a Horgosi helyi közösség, ivóvízellátása és szennyvízelvezetésre alapították. 96-ban gazdasági társasággá alakult a cég, és ennek következtében 2007-ben a minisztérium elindította rajta a privatizációs eljárást. A privatizációs eljárás megakadályozására az önkormányzat közbenjárásával a kormány tavaly decemberben az alapítói jogokat és a törzsbetétek 100%-át az államra ruházta, tehát az állam átvette ezeket a jogokat, és ez a gazdasági társaság jelenleg állami tulajdonban van. Annak érdekében, hogy az önkormányzat a jövőben tudja biztosítani a zavartalan ivóvízellátást és szennyvízelvezetést, kérem önöket, hogy fogadják el ezt a kezdeményezést, amellyel az államtól kérjük, tehát a kormánytól, hogy ruházza át a törzsbetéteket és az alapítói jogokat az önkormányzatra. Köszönöm szépen. Hvala, lepo zahvaljujem. Otvaram raspravu po gorenom pitanju. Pošto nema niko od prijavljenih, prelazimo na glasanje. Konstatujem da je za glasalo 24, protiv nije bio niko, uzdržanih nije bilo. Skupština opštine donela je odluku o predlogu Vladi Republike Srbije da donese odluku o prenosu udela i osnivačkih prava nad privrednim društvom Potiski vodovodi d.o. Horgoš na opštinu Kanjiža. Prelazimo na sedmu tačku dnevnog reda, a to je izveštaj o realizaciji programa poslovanja javnog preduzeća za komunalne usluge Komunalac Kanjiža za 2015. godinu. Dajem reč direktoru javnog preduzeća Komunalac, gospodinu Ervinu Palfiju. Izvolite. Gospodine predsedavajući, hvala na dobijenoj reči. Tisztelt képviselők, tisztelt polgármester úr, tisztelt jelenlévők! Önök előtt van a jelentés, amely bemutatja a kommunális szolgáltatók közvállalat munkáját és üzletvitelét a 2015-ös évre vonatkozólag. Az elemzéshez az elfogadott 2015-ös ügyviteli program, a megvalósított szolgáltatások terjedelme és a vállalat egészében a költségek és megvalósított pénzügyi eredmények szolgáltak alapul. Az elemzés célja, hogy rámutassunk azokra az optimális szervezeti, műszaki, személyzeti és egyéb intézkedésekre, amelyekkel nem csak a vállalat pénzügyi eredménye, de a szolgáltatások mennyisége és minősége is növelhető. A vállalatunk 2015-ben 1.270.000 dinár nettó nyereséget valósított meg. Hozzáfűzöm, hogy az előző évben az üzleti nyereség 638.000 dinár volt. A bevételek 92,9%-ában valósult meg a tervezethez képest, ugye ami összegben 72.148.161 dinárt tett ki. A kiadások és ráfordítások 70.657.655 dinár, ami 91,69%-ával valósult meg a tervezethez képest. A szervezeti egységeink, amit az anyagban nagyon szépen le van írva, és azt hiszem, hogy olvashatóan áttekinthető minden szervezeti egységünk nyereséget valósított meg. Ki jobban, ki kevésbé, ugye ezek a tervezethez képest megvoltak a
az okok, hogy miért nem 100%-ban, vagy miért nem 50%-ban. Ez nagyon hozzájárul ugyanis az a része a tavalyi évben, a migráns helyzet, ami a községünket ugye érintette. Ez egy elég kemény megpróbáltatás volt, nem csak a községünk, hanem a vállalatunk részéről is. Több vonalon volt közmunkaprogram pályázatunk, nem csak önkormányzati, köztársasági, tartományi, tehát közel 46 szemét foglalkoztattunk közmunkaprogramon, és ennek a nagy része azokat a településeket vonta maga körül jobban számban, amelyek a migráns helyzet érintett, úgy Martonost, Horgost, mint Magyar-Kondizsát. A vállalat alkalmazottanak száma 34-ről 29 volt 2014-ben, és 27-ről 26 lett a 2015-ös év végével. Ami persze nehézséget is okoz, most a szolgáltatások elvégzésénél ez a munkastopp miatt, ami már 2013 decemberével lépett életbe. A vállalatunk minden hónapban a köztársaság kormányhoz fordul kérelemmel, meglévő munkahelyek betöltésére, ami most már a községi határozat, a maximális munkahelyek létszámáról szóló rendeletben meg van határozva, és a vállalatunk esetében ez 30 fő. A bérek elszámolása és kifizetése a 2015-ös évben a kollektív szerződés, a munkások létszámtervezete, az új munkások foglalkoztatásának, a további munka megbízás jóváhagyásának módjáról szóló rendelet, a fizetések, bérek és egyéb rendszeres jövedelem ideiglenes csökkentéséről szóló rendelet, a közpénzek felhasználóinál és a munkaprogram alapján történt. Erre is van egy kimutatás, hogy lebontva havi szinten mennyi volt az összmunkásoknak a bére. Észrevehető, hogy tavaly októberben megnövekedett. Ez annak köszönhető, hogy országos szinten a kommunális szektorban a szakszervezetek elfogadtak a minisztérium által egy közös kollektív szerződést, ami ezáltal a munkások bére is megnövekedett abban a részben, ami az egyszeri egytálételt és a szabadságpénzt illeti. Ez megnövekedett munkásonként 7000 dinárra. Ezért növekedett meg tavaly októberben 1.800.000-rel a bérek kifizetése. Amit ugye áttekinthetőség szempontjából a grafikonok is mutatnak, nagyon szépen lehet látni a bevételek, illetve a kiadások részét, és kihangsúlyoznám még, hogy a 2015-ös évben a vállalatunk 4,5 millió dinár beruházást fordított saját forrásból. Itt vettünk egy erőgépet, kaszálót, amivel az útmenti, tehát az önkormányzati utak kaszálását végezzük el kizárólagossági alapon. Ha bármilyen kérdésük van, állok rendelkezésükre. Köszönöm figyelmüket, és kérem önöket, hogy fogadják el a jelentésünket. Köszönöm szépen. Zahvaljujem, gospodin Parfil. Otvaram raspravu. Gospodin Harmat Mikloš, izvolite. Hvala lepo. Tisztelt képviselők és képviselőhölgyek, tisztelt igazgató úr. Én csak, hogy ne mindig rossz szavak, vagy indítványok induljanak az ellenzéktől, szeretném az igazgató úrön keresztül megdicsérni a kommunális munkásainak tavalyi tevékenységét, munkáját, főleg a migráns helyzettel kapcsolatban, mert tudom, meg láttam napról napra, hogy mennyi munkával járt az ITT-tük. De viszont lenne egy kis apró megjegyzésem is, hogy a népkedbe a füvet azért egy kicsit sűrűbben lehetne lekasztálni, mert sokszor hatalmasra nyíl a fű. A gyerekek játszanak a játszótéren, a nagy fűben rengeteg a szúnyog. Észrevehessük napról napra egész községünk területén, hogy milyen szúnyoginvázióval nézünk szembe az idén, a sok eső, a sok csapadék miatt. És azért szeretném az igazgató urat ezután felkérni, hogy egy kicsit sűrűbben nyírják a népkertből a füvet, ha lehetséges. Köszönöm szépen!
Zahvaljujem gospodinu Harmatu. Da li gospodin izlagač želi? Ne. Hvala lepo, zahvaljujem. Pošto nema više prijavljenih, zaključujem raspravu i prelazimo na glasanje. Konstatujem da je za glasalo 24, protiv nije bio, niko uzdržanih nije bilo. Skupština opštine usvojila je izveštaj o realizaciji programa poslovanja javnog preduzeća za komunalne usluge Komunalac Kanjiža za 2015. godinu. Prelazimo na osmu tačku dnevnog reda, a to je poseban program društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom regionalna deponija Subotica za korišćenje sredstava iz budžeta u 2016. godini. Uvodno izlaganje daje predsednik regionalne deponije Subotice Atila Žoldoš. Izvolite. Poštovani predsedniče, poštovani odbornici, tisztelt elnökúr, tisztelt képviselők, engedjék meg, hogy a képviselőtestület elé bocsássam a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. Külön tervét a költségvetési eszközök felhasználására 2016-os évre vonatkozóan. A társaság, mint önkormányzati alapítású tőketársaság, amely közhasznú tevékenységet végez, a közvállalatokról szóló törvény 61. cikkelye alapján, amely kötelezi azon közvállalatokat, amelyek költségvetési eszközöket használnak, illetőleg használni fognak, úgy mint szubvenciókat, garanciákat és egyebeket, kötelesek ezen eszközöket egy külön programban előterjeszteni. A külön program tartalmazza az eszközök rendeltetését és használatuk ütemezését. Ezzel összhangban a Regionális Hulladéktároló Kft. Közgyűlése elfogadta a 2016-os évre vonatkozó programjavaslatot, melyre biztosítani kell az alapító önkormányzatok, köztük Magyar Kanizsa Község képviselőtestületének jóváhagyását. A program teljes mértékben a vállalat éves működési tervével összhangban készült el, úgy a kiadási tételeket illetően, mint a bevételi tételeket illetőleg is, részletesebben, hogy milyen formában és ütemben lesznek felhasználva költségvetési pénzek. Amennyiben kérdésük van a program pénzügyi részét illetően, állok rendelkezésükre, a projekt műszaki kivitelezéséről, illetve a felhasznált technológiákról érdeklődnének, forduljanak bizalommal a kolléganőmhöz, Ercsi Hargita építészmérnökhöz. Mindenképpen kérném önöket, hogy fogadják el a programot. Köszönöm. Zahvaljujem. Ott van a raspravu. Pošto nema niko od prijavljenih, prelazimo na glasanje. Konstatujem da je za glasalo 24, protiv nije bio niko, uzdržanih nije bilo. Skupština opštine usvojila je poseban program društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom regionalna deponija Subotica za korištenje sredstava iz budžeta u 2016. godini. Prelazimo na devetu tačku dnevnog reda, a to je program rada regionalnog kreativnog ateljeja Kanjiža za 2017. godinu. Uvodno izlaganje daje direktor Zoltan Bičke. Izvolite. Hvala, poštovani predsjedniče, poštovani prisutni, tisztelt elnök úr, tisztelt jelenlévők. Azt szokták mondani, hogyha a gazdasági alap nyög, akkor a felépítmény beleértve a kultúrát sír is. Sírás helyett inkább dolgozzunk, de minden esetre azt hiszem mindenki számára ismert az a gondolat, hogy ahol művelt fők vannak, ott a gazdaság is jobban működik, ezért úgy gondolom, hogy a kultúrának jövőben is nagy feladata van. A magunk részéről ehhez biztonságos és szerény tervezéssel szeretnénk hozzájárulni.
A közös munkát, illetve az eredményeket úgy tartom elképzelhetőnek, ha egyre többet összefogunk, és itt nem csak a város kulturális oktatási és intézményére és civil szervezetére gondolok, hanem például mi a Zentai VMM-ivel készítjük Kovács Antal szobrászművésznek egy mappáját, és az Újvidéki Fórummal közösen a zentaiakkal zenei táborokat, remélve, hogy ezt már jövőre azért itthon is tarthassuk, ha a zongora kérdése megoldódik, de ugyanilyen fontos partnerünk például a belgrádi építészeti kar, amivel a téglagyárral együtt egy kerámia tér tábort készítünk, és sok más hasonlót a fiatalok és a régió fiataljai együttműködhetnek. Nagyon fontos, hogy Magyar Kanizsán is vannak olyan fiatal művészek, akik az intézményünket szinte minden nap tudják használni. Az Olák Tamás Színjátszó Egyesülete, a Kis Anna koreográfusnak a különböző műhelyei és hasonlókról van szó. Röviden ennyit, ha kérdés van, szívesen válaszolok. Köszönöm, hogy meghallgattak. Választ azt a szuksali. Hvala lepo, gospodine Bičke, otvorene raspravu. Halas Monika, izvolite. Hvala, köszönöm. Nincs kérdésem az igazgató úrhoz. Áttanulmányoztuk a programot, nagyon jó. Évek óta figyeljük a munkájukat, és valóban tehát jónak látjuk, és az intézmény létjogosultsága, én úgy gondolom, indokolt, amikor a művelődésről beszélünk, akkor mindenképpen támogatni fogjuk ezt a programot. Egyedül egy nagyon pici kis hiányérzetünk van, a tervezett költségekkel kapcsolatosan nem látunk, hogy mi az, ami terveznek, milyen kiadásokat, bevételeket, de ez lehet, hogy benne is volt eredendően, csak utána ki lett véve. Tudom, mert volt az előző időszakban olyan, amikor nem akarták, hogy a képviselők beszélgessenek róla, akkor ezt kivették. Nem fogunk mi semmit bántani, ami reális, meg ami kézenfekvő, ami benne kell, hogy legyen. Nyilván minden pénzbe kerül, azt ide le kell írni, és akkor a polgárok látják, hogy mi mennyibe kerül. Ennyi az egész. Egyébként az igazgató személyével kapcsolatban is, és a vezetésével az intézménynek úgy gondolom egyike azoknak az igazgatóknak, akik erre a helyre születtek, és valóban szívvel, lélekkel végzik a munkájukat. Van még néhány igazgató a községben. Köszönöm szépen! Da li predlagač? Ne. Zahvaljujem gospodinu Bičkeju. Prelazimo na glasanje o Koreanu. Konstatujem da je za gore navedeni izveštaj glasalo 24, protiv nije bio niko, uzdržanih nije bilo. Skupština opštine usvojila je program rada regionalnog kreativnog ateljeja Kanjiža za 2017. godinu. Prelazimo na 10. tačku dnevnog reda, a to je program rada biblioteke Jože Patila Kanjiža za 2017. godinu. Uvodno izlaganje daje direktor dr. Zoltan Katić. Izvolite. Köszönöm a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! A Magyar Kanizsai József Attila Könyvtár 2017-es programjával kapcsolatban a következőket szeretném elmondani. Az egyik alapvető tevékenység ugye az új könyvek beszerzése, amely folyamatosan az elmúlt években is megtörtént, így 2017-ben is meg fog történni, amelyet a pénzeszközei biztosítja az önkormányzat, részben a tartomány, valamint a könyvtár saját bevételéből valósítjuk meg, tehát amit pénzért fog a könyvtár beszerezni. Ezen fölül élni fog a lehetőséggel 2017-ben a könyvtár a különböző pályázatok útján történő könyvbeszerzéseket is meg fogja pályázni, Betlen és a Márai program, Kölcsei program, valamint a Nemzeti Kulturális Alapnál is pályázni fog a könyvtár, és az elmúlt évek hagyományait ismerve nyerni is fog.
Ezen felül kiemelném, hogy a Szerb Kulturális Minisztérium is rendszeresen minden évben, így 2017-ben is nagy mennyiségű könyvadománnyal fogja ellátni a könyvtárat. A művelődési programokkal kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy kétfelé választván az egyik az, hogy a gyerekekkel, a diákokkal rendszeres foglalkozások történnek, amely köszönhető az oktatásügyi intézményekkel való jó kapcsolatnak, tehát odától általános iskolásokon át egész évben, az egész iskolai tanévben rendszeres könyvtári órák, foglalkozások történnek meg, fognak megtörténni 17-ben is a könyvtárban. Ezen foglalkozások garantáltan komputer és mobiltelefon mentesek. És ezen foglalkozások ugye mesemondó versenybe, versmondó versenybe, stb. Végződnek, hogy így mondjam, úgyhogy egy komoly kis munka folyik ilyen téren a könyvtárban. Felnőttek részére rendszeresen heti szinten minden csütörtökön 17 órától hagyományosan rendezvények kerülnek majd megrendezésre, mint például író-olvasó találkozók, könyvbemutatók, stb. Kiemelném a küszöbön álló írótábort, amelyet a 2017-ben is meg fog a könyvtár szervezni. Ugye ez elég nagy munkát és pénzeszközt igénylő rendezvény lesz, ugye egy hagyományos és a Kanizsa község értékét, tekintélyét ez a rendezvény növeli, amelynek a pénzeszközeit szintén az önkormányzat biztosítja, valamint különböző pályázatok, mint például a Betlen Szekeres alap pályázata, valamint a Nemzeti Tanácsnak köszönhetően tudjuk ezt a rendezvényt megrendezni. A művelődésről ennyit. Az épülettel kapcsolatban a következő évre nem terveztünk be semmilyen beruházást, mivel az elmúlt egy-néhány évben állagmegtartó, állagjavító intézkedéseket fogadnosítottunk, jelen pillanatban nincs szükségre. Ugyanez igaz a felszereltségre, hiszen az elektronikus készülékeket, tehát a komputereket, fénymásolókat teljes egészében az elmúlt egy-két évben lecseréltük, úgyhogy modern eszközökkel van a könyvtár ellátva, tehát kielégítő a felszereltség, tehát nem terveztünk be erre se semmilyen pénzeszközt. A zárójelesen egy mondatot a Horgosra szeretnék kitérni, és ez megvalósul, hogy az új épületbe vissza fog kerülni a horgosi könyvtár, akkor el lehet mondani azt, hogy magyarban is a községben a könyvtár megfelelő körülmények között és megfelelő felszereltséggel működik. Köszönöm. Zahvaljujem se gospodinu Katiću i otvaram raspravu. Pošto nema niko prijavljen, prelazimo na glasanje. Konstatujem da je zaglasalo 24, protiv nije bio niko, uzdržanih nije bilo. Skupština opštine usvojila je program rada biblioteka Jožef Atila Kanjiža za 2017. godinu. Prelazimo na 11. tačku dnevnog reda, a to je program rada obrazovano-kulturne ustanove KNES-a Kanjiža za 2017. godinu. Uvodno izlaganje daje gospodin direktor Karl Šarnje. Izvolite. Dobar dan, je unapot. Poštovani predsjedniče, poštovani odbornici, tisztelt képviselőhölgyek, képviselőrök. A KNES-a Oktatási Művelődési Intézmény minden évben a jövő évi programját a kultúráról szóló törvénnyel összhangba nyújtja be az alapítóknak, az önkormányzatnak és a Magyar Nemzeti Tanácsnak az elfogadásra. Intézményünk két részlege, a Művészetek Háza és az Oktatási Részleg terveit sorolta föl, amelyben igyekeztünk az önkormányzat területén lakóknak minél szélesebb palettáról meríteni programot,
így a művészeti ágak tömkelege jelenik meg. A színházi előadásoktól kezdve, filmvetítéseken keresztül, képtári kiállítások, irodalmi estek, és gyermek, felnőtt programok, humoros estek és komoly programok váltják egymást az intézmény tervében. Természetesen ez intézményünknek a saját szervezésébe tervezett programja. Mindannyian tudjuk, hogy a Művészetek Háza szélesen tárt kapukkal várja az önkormányzatunk területén és azon kívül is működő szervezeteket, és befogadóként nyújt műszaki és egyéb szervezési segítséget azoknak a programoknak a megvalósításához. Előláttuk, hogy jövő évben intézményünknek a Művészetek Háza nevű épületének a műszaki berendezését át kell, hogy vizsgáljuk, hiszen 15 éve működik egy olyan rendszer, amely igencsak megterhelt reflektorokkal, különböző mozgásokkal, és hát ennek a rendszernek a biztonsági áttekintésére szükség van. Ugyanakkor pályáztunk szerb-román határon átnyúló uniós pályázatnál arra, hogy az intézményünknek a hőszigetelését elvégezzük, hogy azáltal is egy kicsi energiatakarékossabbá tegyük az intézményt. Az oktatási részlegnél ki kell hangsúlyoznunk, hogy sokszor mondjuk, hogy felnőtt képzés, miközben bizonyára értesültek róla, hogy rengeteg óvodás és általános iskolás gyermek is jár az intézményünk programjaira. Itt egy újdonság az, hogy a kanizsai óvodás angol nyelvoktatás sikerére az török-kanizsai önkormányzatból is egy felkérés érkezett, hogy a török-kanizsai község területén is szervezzük ezt meg. Ezt tervbe vettük. Egyébként a képzések területén el kell, hogy mondjuk, hogy teljes mértékben pályázati összegekből, illetve a képzésre járók hozzájárulásából valósulnak meg ezek a programok, költségvetési pénzeket nem igénylünk. A Művészetek Háza programjainál viszont a benyújtott program mutatja, hogy a 2015-ben átadott költségvetési tervben 3 évre előrevetített terv alapján ez a kettő összhangban van, tehát amit 2017-re terveztünk, az megfelel a 2015-ben benyújtott költségvetési tervnek is, tehát a költségvetés irányába ugyanakkor a tétellel folyadomodunk kéréssel. Kérem Önöket, hogy fogadják el a benyújtott programunkat. Köszönöm. Hvala lepo, gospodine Šarnjej. Otvaram diskusiju. Pošto nema prijavljenih, prelazimo na glasanje. Konstatujem da je za glasalo 24, protiv nije bio niko, uzdržanih nije bilo. Skupština opštine usvojila je program rada obrazovno-kulturne ustanove Knesa Kanjiža za 2017. godine. Tačke dnevnog reda od 12 do 39 sadrže predloge rešenja o razrešenju i imenovanju radnih tela koje imenuje Skupština opštine, a sačinjeni su saglasno predlozima dostavljenim od strane odborničkih grupa u Skupštini opštine Kanjiža. Kako su navedeni predlozi sadržinski povezani, predlažem da se po ovim tačkama spoji rasprava te da se o predlozima rešenja o razrešenju, odnosno imenovanju radnih tela, odlučuje u celini. Stavlja na glasanje ovaj predlog i molim vas da se izjasnite ko je za, ko je protiv, ko je uzdržan. Izvolite. Konstatujem da je
24 glasova za, protiv nije bio niko, uzdržanih nije bilo. Skupština opštine Kanjiža usvojila je predlog o spajanju rasprave po tačkama dnevnog reda od 12 do 39 i da se o predlozima rešenja o razrešenju, odnosno imenovanju radnih tela, odlučuje u celini. Molim predsednika administrativno-mandatne komisije Sarapka Edea da da uvodno izlaganje. Izvoli Edea. Mint ahogy a tisztelt képviselők látták, a 12-estől a 39-es napirendi pontig a felmentésekről és a munkatestületek felmentéseiről és a kinevezéseiről szólnak. Mivel hogy a munkatestületeket még az előző összetitulő képviselőtestület nevezte ki, ezért tulajdonképpen a megszüntetésük időszerű volt. A községi képviselőtestület frakciós csoportjai javaslatára a munkatestületek össze lettek állítva, az ügyintézési és a mandátumi bizottság jóvá hagyta ezeket a bizottságokat, és kérem a képviselőtestületi tagokat, hogy a bizottságok összetételét ilyen formában fogadjuk el. Hvala lepo. Otváram raspravu. Zaključujem raspravu i stavljam na glasanje tačke dnevnog reda od 12 do 39 u celini. Molim odbornike da se izjasne ko je za, ko je protiv, ko je uzdržan. Konstatujem da je za glasalo 24, protiv nije bio niko, uzdržanih nije bilo. Skupština opštine Kanjiža donela je rešenja o razrešenju i imenovanju radnih tela po tačkama od 12 do 39. Prelazimo na 40. tačku dnevnog reda, a to je predlog rešenja o razrešenju i imenovanju predstavnika i zamenika predstavnika u Skupštinu društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom regionalna deponija Subotica. Uvodno izlaganje daje gospodin Eda Sarapka, predsednik administrativno-mandatne komisije. Izvolite. Tisztelt képviselők, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. Alapításáról szóló szerződés rendelkezései szerint a tagsági taggyűlést az összes tagsági tag alkotja. Magyar Kanizsa Község Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. Tagsági tagja 2006 óta. Minden egyes tagnak és tagnak egy képviselője és egy képviselőhelyettese van. Magyar Kanizsa Község képviselőjeként kinevezett Nyilas Leonov Anita, és képviselő helyettesként kinevezett Párki Ervin lemondta tag a tisztségükről. Az ügyintézés és a mandátumügyi bizottság kedvezően véleményezte a javasolt javaslatot, hogy a regionális hulladéktáró Kft. Taggyűlésében Magyar Kanizsa Község részéről delegált képviselő Sáfrány Attila a közigazgatási hivatal felügyelőségi szolgálatának vezetője legyen, illetve hogy Bajtai Balázs okleveles közlekedési mérnök, a közigazgatási hivatal önálló szakmunkatársa pedig a képviselő helyettes legyen. Kérem, szavazzák meg a javaslatot. Zahvaljujem se Edeu. Otvara raspravu po gore navedenom izlaganju. Pošto nema prijavljenih, molim odbornike da se izjasne ko je za, ko je protiv i ko je uzdržan. Konstatujem da je zaglasalo 21 lice, da je protiv bilo jedno i da je uzdržanih bilo dvoje. Skupština opštine Kanjiža donela je rešenje o razrešenju i imenovanju predstavnika i zamenika predstavnika u Skupštinu društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom regionalna deponija Subotica.
tačke dnevnog reda pod rednim brojem 40, 41, 42 odnose se na razrešenje direktora i imenovanja vršioca dužnosti direktora biblioteke Jože Fatila, te predlažem da se po ovim tačkama spoji rasprava. Stavljam na glasanje ovaj predlog i molim vas da se izjasnite. Što nema niko prijavljen. Glasamo o spajanju rasprave. Konstatujem da je 24 glasalo za, protiv nije bio, niko uzdržanih nije bilo. Dajem reč gospodine Edelu, izvolite. Tisztelt képviselők, az érvényben lévő jogszabályok, illetve könyvtár alapszabálya rendelkezései szerint az intézmény alapítója az igazgatót megbízatására letelte előtt személyes kérésre is fölmentheti. Dr. Katkis Zoltán 2016. július 4-én lemondott a Magyar Kanizsai József Attila könyvtár igazgatói tisztségéről. Fölmentését a nagykikindai Jován Popovics népkönyvtár, mint az Észak-Bánati körzetben működő könyvtárának anyakönyvtára hagyta jóvá, valamint az ügyintézés és a Madántúmi Bizottság is kedvezően véleményezte. A művelődésről szóló törvény rendelkezés szerint az alapító előzetesen lebonyolított nyílt pályázat nélkül akkor nevezhet ki intézmény élére megbízott igazgatót, ha az igazgatónak a megbízatás letelt előtt szűnt meg a tisztsége, illetve ha az igazgatói nyílt pályázat sikertelennek bizonyult. A megbízott igazgató ezt a tisztséget legfeljebb egy évig láthatja el. A megbízott könyvtárigazgató kinevezési eljárásban a Magyar Nemzeti Tanácsának, mint a könyvtár egyik alapítójának véleményt kell nyilvánítania. Fentieknek megfelelően a Magyar Nemzeti Tanács az ügyben megküldte véleményezését, és a nagykikindai Jován Popovics négykönyvtár, mint az Észak-Bánati körzetben működő könyvtárak anyakönyvtára is jóváhagyta az ügyintézés, és a Mandátumi Bizottság pedig kedvezően véleményezte Vörös Anna könyvtáros kinevezését a József Attila könyvtár megbízott igazgatójának. Kérem, szavazzuk meg a megbízott igazgató kinevezését. Zahvaljujem se gospodinu Redeu i otvaram raspravu po gore navedenom izlaganju. Konstatujem da nema niko prijavljen za raspravu i zaključujem raspravu. Stavljam na glasanje predlog rešenja o razrešenju direktora biblioteka Jože Fatila Kanjiža. Molim odbornike da se izjasne. Konstatujem da je zaglasilo 24, protiv nije bio, niko uzdržanih nije bilo. Skupština opštine Kanjiža donela rešenje o razrešenju direktora biblioteke Jože Fatila Kanjiža. Stavljam na glasanje predlog rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora biblioteke Jože Fatila Kanjiža. Za je glasalo 22, protiv nije bio, niko uzdržanih je bilo dvoje.
Skupština opštine Kanjiža donela je rešenje o imenovanju vršioca direktora biblioteke Jože Fatila Kanjiža. Tačke dnevnog reda pod rednim brojem 43 i 44 odnose se na razrešenje direktora i imenovanje vršioca dužnosti direktora Centra za pružanje usluga socijalne zaštite opštine Kanjiža, te predlažem da se po ovim tačkama spoji rasprava. Molim odbornike da glasaju za ovaj predlog i da se izjasne ko je za, ko je protiv, ko je uzdržan. Konstatujem da je zaglasalo 22, protiv nije bio niko, uzdržanih je bilo dvoje. Skupština opštine Kanjiža usvojila je predlog o spajanju rasprave po tačkama dnevnog reda 43 i 44. Uvodno izlaganje daje gospodin Eda Sarapka, predsednik administrativne mandatne komisije. Izvolite. Tisztelt képviselők, a Magyar Kanizsi Község alapszabálya és a Magyar Kanizsi Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ létrehozásáról szóló rendelettel összhangban a községi képviselőtestület nevezi ki és menti fel azoknak az intézményeknek az igazgatóját, amelyeknek ő az alapítója. A Magyar Kanizsi Községi Szociális Védelmi Szolgáltató Központ alapszabálya értelmében a központ igazgatója személyes kérésére idő előtt fölmenthető tisztségéből. Terényi Lívia 2016. július 5-én fölmentését kérte a szóban forgó tisztségről, és az ügyintézés és a mandátumügyi bizottság kedvezően véleményezte. Magyar Kanizsi Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ igazgatói tisztségéből való fölmentését. A Magyar Kanizsi Község alapszabálya szerint az általa alapított intézmények igazgatóját a törvényben összhangban a községi képviselőtestület nevezi ki és menti föl. A Szociális Védelmi Szolgáltató Központ alapszabályának rendelkezése szerint a központ igazgatóját és igazgató kinevezési idejének letelt előtt legkésőbb 30 nappal az igazgatóbizottság által kiírt pályázat alapján kell kinevezni. Ezzel összhangban az intézmény zavartalan működése érdekében az alapító az idő előtt fölmentett igazgató helyére megbízott igazgató kinevezését javasolja. Az ügyintézés és a mandátumügyi bizottság kedvezően véleményezte Tolnai Csaba, a Magyar Kanizsi Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ megbízott igazgatójával egy évre való kinevezésről szóló határozat javaslatát. Kérem a képviselőket, fogadják el a javaslatot. Hvala lepo, gospodine Ede. Otvaram raspravu. Pošto nema niko od prijavljenih stav... Hvala vas, Monika, izvolite. Hvala, poslava. A múltkori képviselőtestületi ülésen megdicsértük ennek a központnak a működését, amiről most tárgyalunk, vagy az igazgatójáról tárgyalunk, és az iménti felszólalásomban is utaltam arra, hogy van néhány igazgató, aki bizonyos pozícióra született és bizonyos intézmények, szervezetek élére. A Terényi Lívia egyike volt ezeknek az igazgatóknak, akiknek úgy éreztem folyamatosan, amíg itt voltunk, tanácstagok és képviselőtestületi tagok is, láthatták, hogy szívvel, lélekkel az élete része volt szinte, vagy jelenleg is talán az, mondhatjuk attól még, hogy lemondott, ez a központ. Nem tudom elképzelni valami miatt, hogy ő miért mondott le ebben a helyzetben, akkor, amikor tudjuk a jelentésekből az előző évből és az elmúlt időszakból, hogy milyen erőfeletti munkát végeztek vele az élen az egész intézmény a dolgozókkal együtt, és napról napra, hogy hogyan küzdenek a fennmaradásukért. Nagy feladat előtt állnak is, hiszen a jelentéseikből kiderült, hogy az akkreditáció, a licenc megszerzése előtt vannak, ami szintén nagy munkát, nagy erőráfordítást igényelt az igazgatónő részéről.
A jelöltről, vagy a, hát igen, egyelőre jelöltről, úriemberről nem tudnék nyilatkozni, nem ismerjük. Képviselők se igazából nem tudták még az önéletrajzát se elolvasni, mert nem találkoztam vele az anyagban, de egy programot sem, hogy milyen célokkal, vagy milyen vízióval indul neki a munkának. Ez nem olyan dolog, amire most valakit ide teszünk, akár párt alapon, vagy nem tudom milyen alapon. Ez egy komoly intézmény, ami nagyon is szépen kinőtte magát az évek során, és valami miatt szkeptikus vagyok az igazgatónő lemondásával kapcsolatban. Minden esetre az új igazgatónak sikeres munkát kívánok majd. Viszontlátásra. Köszönöm szépen is, majd viszont. Hvala lepo, Monika. Sledaći prijavljeni je gospodin Harmat Mikloš, izvolite. Köszönöm szépen a szót. Én annyit szeretnék csak hozzászólni, hogy sajnálattal hallom az igazgató hölgy lemondását. A jelölttel kapcsolatban csak annyit szeretnék, hogy nem a személye ellen lenne ellenvetésem, hanem a végzettsége. Tudomásom szerint, mivel nincs benne az anyagban, de magyar nyelv és irodalom szakra járt, tehát azért egy szociális központnak az élére jobban el tudná képzelni egy jogászt, aki a gyermekek tényleges érdekeit tudná képviselni. Ezért ezt a javaslatot nem tudom támogatni. Köszönöm. Zahvaljujem se gospodinu Harmatu. Da li predlagač? Ja. Bontov čistan, ja se izvinjam. Meni malo kasnije na ekranu se pojavi obaveštenje, pa se izvinjam. Dobro. Köszönöm szépen a szót. Csak egy felvetésem lenne, hogy mivel igazgatókat nevezünk ki. Én tudom, a bizottságon ezek a dolgok átmentek, de nem ártana a képviselői testület tagja is ezért az úriembereket vagy hölgyeket meglátná, két szóban legalább bemutatkoznának, egy rövid önéletrajzot, mert mi nem kaptuk meg úgy, mint képviselők, csak a bizottságban, de ez jó lenne, hogy mi is tudnánk valakit látni, hogy most kit is fogunk majd megszavazni ezen a pozíciókra. Tehát látjuk, hogy ide jöjjön és mutatkozol legalább ezek az úriemberek, hölgyek, hogy kicsodák, mit és mit akarnak egyáltalán csinálni. Köszönöm. Hvala lepo, zahvaljujem se gospodinu Bontoviću. Da li predlagač želi da uzme? Izvolite, gospodine Čekuš. Gospodine predsjedniče, tisztelt képviselő asszonyok és urak. Igen, találó az, hogy épp a Bontovics képviselő úr után szólalok fő, aki javasolta azt is, hogy ugye ez a 250 valamennyi munkaerő, amennyi a községet képviseli, hát ez rengeteg. Többek között a szociális szolgáltató központ is ezek közé tartozik, tehát nyugodt lélekkel be lehetne csukni ezt a szolgáltató központot, és ebből kifolyólag csökkentenénk a munkaerőnek a létszámát. Hogy visszatérjek egy picit a történetre. A középsúlyos és a halmozottan sérült gyermekek egy bizonyos törvényváltozással átkerültek az oktatásból az úgynevezett napi foglalkoztatásba. Ez projektként működött 2009-ig Magyar Kanizsába, és civil szervezetek végeztek ilyen nemi szolgáltatást. 2009-ben zászlósként az országba szinte elsőnek Magyar Kanizsa hozott létre egy ilyen szociális szolgáltató központot, amiben teret adnak a középsúlyos és a halmozottan sérült gyermekeknek, illetve felnőtteknek. Ezt, ha nem tennénk, akkor ezek a felnőttek és gyermekek a szüleikre lennének csak kimondottan rászorulva, illetve országos szociális intézménybe elhelyezve.
2011-ben hozták meg a képviselők a szociális védelemről szóló törvényt, és akkor történt egy olyan elhatárolódás, hogy van 13 vagy 14 szociális szolgáltatás, amit rátestáltak a községekre, mind a 167 önkormányzatra, pénz nélkül. És az országban már volt egy megalapított szociális szolgáltatásokat nyújtó községi intézmény, ez mellett rét lejött még Vrányeba, Kragujevácon, Kikindán, és mivel Kanizsán megvolt, ez így működött. Elnézést a hosszú bevezetésért. Mi történik per pillanat? Az történik, hogy az ország, illetve még mindig az aktuális minisztériumban dolgozom, projekt módon próbálja támogatni ezeket a napköziket, és mindazokat, akik ezekkel a felnőtt és gyermekszemélyekkel foglalkoznak. Na most, 2011-ben meghoztak egy törvényt, 2013 márciusától alkalmazzák a törvényből kivonatkoztatott jogszabály szabályzatot, amelyben kötelezték az adott intézményeket, hogy akkreditálják magukat. 2013 márciusa óta. 2016. május 23-án volt az utolsó pillanat, hogy ezek az intézmények akkreditálják magukat. És a Kanizsai Községi Szociális Szolgáltató Központ május 9-én reggel adta át az akkreditációra az igénylést. Tehát több mint 3 év állt rendelkezésre, hogy ezt most törvényes keretbe öntsük. Sajnos ez nem történt meg, nem késett le az intézmény, de az a gubanc az intézménybe, hogy nincs szakember. És az előző igazgatónő se szakember. Tudjuk a végzettségét. És ezt az intézményt akkor tudjuk majd most leakreditálni, hogyha az intézménybe szakember lesz. A szakembernek pedig felismerjük a pszichológus, pedagógus, gyógypedagógus és szociális munkást, ezt a 4 fajtát. Na most a jelenleg ideglenes igazgatónak kinevezett kollega, ő pedagógus, tehát magyar tanár, egy adag pedagógiai képzettséggel, aki reményem szerint el fogja vinni az intézményt az akkreditációig. Köszönöm szépen. Zahvaljujem se gospodinu Čekošu na obrazloženju. Bontović, Ištvane, mogu samo u drugom krugu šefovi poslaničkih grupa. Ja sam imam megszólított, čak azért. Tehát én amivel az előbb a 254 emberről szóltam, az nem mondtam semmi, hogy a szociális védelmi kiadások, leépítés, minden. Nem az volt a célom. A célom az volt különben, hogy most akkor is nyilvánosságra hozzam, hogy a pártkádereknek a leépítését a fölépítménybe erre céloztam. A másik dolog meg az, hogy a tisztelt úriember, akit most megválasztunk, ugye a tanár nincs el semmi gond, de munka nélkül tanár, tehát nem tanít. Köszönöm. I sami znate da ste napravili sad prestup. Gospodin Sarapka, ide, izvolite. Tehát Tolnai Csaba 1 évet volt munkaviszonyban a Magyar-Kanizsai Szociális Központ, Szociális Center za Szociálni Rát, tehát így tudom elmondani, által működtetett fészek napköziben, mint pedagógus, nevelőpedagógus, és borzasztóan jó eredményeket ért el, mint apakép a gyerekeknek, nagyon pozitív példát mutatva, nagyon megszerették, és maga a szociális szférát a Csaba megszerette. Én úgy gondolom, hogy ő 1 éven keresztül
szembesült olyan problémákkal, amelyek képessé teszik a következőben, a jövőben arra, hogy fölvegye ezt a kesztyűt és küzdjön azért, amit az államtitkár úr említett, hogy az intézményt, a Bárka intézményt, ami egy hasonló jellegű intézmény, mint a Fészek, hogy ezt az intézményt akkreditálja és a működését egy olyan helyzetbe hozza, hogy ne csak a községi költségvetésből függjön, hanem olyan külső pénzeket és forrásokat is mellé tegyen, hogy a jövőben még hosszú távon ennek az intézménynek a működése biztosítva legyen. Tehát egy kicsit menedzserni, egy kicsit szakmailag vezetni úgy, hogy ne csak teljesen a község terhén működjön a Bárka, de ugyanúgy a többi szociális szolgáltató intézmény. Köszönöm szépen! Izvoli, pošto šef poslaničke grupe nije ovde, vi ste verovatno zamenik, izvolite. Hvala lepo. Pa ja bih samo imala jedno pitanje da otklonimo sve dileme. Gospodina nismo sad u prilici da upoznamo i to, ali ja bih samo želela pitati da nam objasnite da li, obzirom da imamo sada saznanja koliko je mogući broj zaposlenih u opštinu, pretpostavljam da sa imenovanjem ovog direktora broj se ne menja. To tako sam bar shvatila. Samo da pitamo, pošto nam je razjašnjeno da samo putem internih konkursa ili da kažem unutar ustanova mogu se iz jedne u drugu da kažem zaposleni premeštati, da li i ovde u slučaju gospodina Tolna i Čabe ćemo ispoštovati da kažem tu odluku ili tu jedinu zakonsku mogućnost trenutno. Hvala lepo. Hvala lepo. Pošto nema niko više od prijavljenih, evo, Marija će vam dati odgovor na postavljeno pitanje, izvolite. Poštovani odbornici, Tista Kifišali, da vam odgovorim u dve rečenice na vaše pitanje. Znači, odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave i ovaj centar za pružanje usluga socijalne zaštite, gde je definisan broj zaposlenih, direktor je u broju zaposlenih, pošto jednog direktora razrešavamo, a drugi ulazi u sistem kao vršilac dužnosti direktora, znači broj se ne menja, ostaje isti. Direktori su u radnom odnosu, direktori zasnivaju radni odnos na određeno vreme za mandatni period za koji su imenovani. Znači, ako je vršilac dužnosti zasnovao radni odnos, ako je imenovan na godinu dana, zasniva radni odnos na određeno vreme na godinu dana. Hvala lepo. Pošto nema više prijavljenih, zaključujem raspravu. Stavljam na glasanje predlog rešenja o razrešenju direktora Centra za pružanje usluga socijalne zaštite. Za je glasalo 17, protiv je bilo 4, uzdržanih je bilo 3. Skupština opštine Kanjiža donela je rešenje o razrešenju direktora Centra za pružanje usluga socijalne zaštite opštine Kanjiža. Prelazimo na 44. tačku dnevnog reda, stavljanje glasanje predloga rešenja o imenovanju vršioca dužnosti Centra za pružanje usluga socijalne zaštite opštine Kanjiža. Molim odbornike da se izjasne ko je za, ko je protiv, ko je uzdržan. Za je glasalo 17, protiv je glasalo 4, uzdržanih je bilo 3. Skupština opštine Kanjiža donela je rešenje o imenovanju vršioca direktora Centra za pružanje usluga socijalne zaštite opštine Kanjiža.
Prelazimo na 45. tačku dnevnog reda, a to su odbornička pitanja. Pošto nema niko od prijavljenih, zaključujem... Ima, nažalost, kod mene na ekranu se sa zakašnjenjem pojavljuju. Evo, prvi prijavljeni je gospodin Sarap Kajeda, izvolite. Tisztelt képviselők, nekem nincs előterjesztésem, nincs kérdésem, csak egy megjegyzésem volna, és tényleg ezt büszkén teszem. Tehát hosszú-hosszú idő után úgy érzem, hogy a Magyar Különbség Képviselőtestület úgy működött, ahogy annak működni kell. Tehát az ellenzék építő jellegű észrevételekkel, kritikákkal, a hatalmi koalíció megpróbálta ezeket a kritikákat úgymond valamilyen féleképpen védeni, és ez volna a képviselőtestületnek a lényege, hogy ilyen hangnemben a jövőben is így tudjunk működni, nem úgy, ahogy az előző, akár mondhatjuk az előző egy-két ülősen, de visszamenőleg az elmúlt években is a történt. Én bízom benne, hogy ezt tudjuk a jövőben képviselni, ezt az irányvonalat, és hogy nem lesz mit szégyellünk a választópolgáraink elé. Köszönöm szépen a képviselőknek. Hvala lepo, gospodine Ede. Sljedeća prijavljena je Halas Monika, izvolite. Először is át fogom adni egy kérdést, írásban fogok átadni egy kérdést, amit a múltkor szóban tettem föl, de nem kaptam rá választ, akkor most majd ezt írásban beadom. Ez az egyik dolog. A másik, szeretném megkérdezni, vagy még egyszer föltenni a kérdést, amit a képviselőtársam Szlajana Illics tett föl az igazgatóval kapcsolatban az előbb. Tehát az elején szavaztunk róla, hogy hány olyan foglalkoztatott lehet, aki meghatározott időre van fölvéve, és arról beszéltünk, hogy csak a rendszeren belül lehet pályázatokat kiírni. Tehát olyan emberek, akik jelenleg is foglalkoztatva vannak, ők átmehetnek egy másik helyre dolgozni. Mi pedig azt látjuk, hogy ez a bizonyos ember nincs foglalkoztatva, tehát erre nincs foglalkoztatva, tehát nincs munkaviszonyban, nincs benne a rendszerben, most bekerül a rendszerbe egy olyan ember, aki eddig nem volt benne, tehát erre szeretett volna, és szeretnénk mi is választ kapni. Köszönöm szépen. Szeretési prijavljeni Vartocki György, izvolite. Tisztelt képviselő, csak egy észrevétel. A képviselő csoportunk kikérte a félévis költségvetést, és megdöbbenve látjuk és tapasztaljuk a reprezentációs költségre elköltött összeget, ami megközelítőleg a fél év alatt 3 millió dinár fölött van, 3,5 millió dinár. És erre szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy figyeljünk oda, és ne csináljunk ilyen pazarlásokat, így is tűki vagyunk a pénznek. Pénzeszközöknek. Köszönöm szépen. Hvala lepo. Sljedeća prijavljena Slađana Ilić, izvolite. Hvala lepo. Ja bih samo želela da se zahvalim da je gospodin Ede primetio razlike, ali hoću da kažem da se situacija ili da kažem ovako kako vi vidite kako funkcioniše Skupština, naravno da to uvek zavisi od tema i predloga koji su tema Skupštine. I mi jesmo uvek bili za to da to bude konstruktivno, ali smo nažalost uvek nailazili, da kažem, na neku barijeru i neku odbojnost kada su u pitanju naši predlozi. Da bi ova Skupština uvek u ovakvom tonu mogla da funkcioniše, ja takođe imam želju, kao i mislim cijela opozicija, da zadržimo ovaj stav, znači da uvek gledamo šta je predlog, šta je interes koji ostvarujemo prihvatanjem tih predloga, pa da tako u buduće dobijemo i vašu podršku kada iz opozicije bilo ko bude dao neki zaista konstruktivan predlog. Napomenuću da u skorijem periodu verovatno ćemo pokrenuti ponovo pitanje što mislimo da je od interesa za naše ustanove ili građanstvo, recimo o promeni načina obračuna komunalnog odnošenja smeća ili komunalnog otpada,
to će se odnositi na javne ustanove gde je i dalje ostalo po metru kvadratnom i ja se iskreno nadam da ćemo imati podršku i da ćemo to isto tako jednoglasno uspeti da izmenimo bez obzira na stav Brantnera, jer mislim da smo mi ti koji trebamo da štitimo interese naših ustanova i da smo prevazišli onaj moment kada se zastupao samo interes Brantnera. To je bilo toliko očigledno, ali ja se nadam da smo sada u ovako malo drugačijem sastavu mogućnosti da to uradimo. Time ćemo uštediti zdravstvenoj ustanovi, domu zdravlja i svima ostalim i na kraju krajeva dovesti to u ravnopravan položaj sa ostalim preduzetnicima. Tako da vam se zahvaljujem i očekujemo kao opozicija da budemo ovako, da kažem, jedna stvarno prava, pa možda retka skupština, ali da više ne gledamo na to opozicija ili pozicija, nego stvarno da gledamo šta će biti predlozi koji će biti najbolji za sve. Hvala lepo. Hvala lepo i vama. Pošto nema više prijavljeni, gospodin predsednik, izvolite. Hvala lepo, köszönöm szépen. Mivel ugye a mai nap folyamán nem szóltam, ezért gondoltam így a végén mégiscsak mondanék néhány mondatot. A feltett két kérdéssel kapcsolatban. A 254-es létszám az a meghatározatlan időre felvett munkásokra vonatkozó létszám, amivel beletartoznak azok a vezető pozícióban lévő meghatározott idős személyek is, akik a közigazgatási rendszerben működnek. Tehát nem az önkormányzatban, soha nem volt 86 alkalmazott ebben a rendszerben, soha. Ebbe beletartozik az óvoda is, a szociális központ is, az önkormányzat is, hát mindenki beletartozik, a közvállalatok, mindenki benne van 254-ben. Az a különbség a meghatározott és tehát a meghatározott idejű és a meghatározatlan idejű között, hogy a meghatározatlan idős, hogyha nyugdíjba megy, fölmond, elmegy, bármi történik vele, akkor jóváhagyást kell kérni a pénzügyminisztérium részéről annak a helynek a pótlására magyarán. Nem tudjuk automatikusan feltölteni a helyeket, ezért vagyunk hatalmas problémában az egészségháznál, a közvállalatainknál, mert ahogy fogynak az emberek, mondom, vagy nyugdíj miatt, vagy azért, mert elköltöznek, nem tudjuk az ő helyüket pótolni. Ami a meghatározott idősekre vonatkozik, mint amilyen az igazgató, arra nem kell jóváhagyást kérni a minisztérium részéről, hiszen az igazgató kinevezett személyek. Benne vannak a létszámban, tehát a 254-ben az összes igazgató benne van, azonban nem kell őrájuk jóváhagyást kérni, hiszen ők meghatározott idős kinevezett személyek, akiket, hogy mondjam, van, amikor védések, van, amikor 4 éves mandátumot töltenek, van, amikor kevesebbet, de ők fluktuálódnak, tehát ők jönnek, mennek, a létszámban benne vannak, viszont a létszám stopban nincsenek benne. A meghatározatlan idősök viszont a létszám stopban is benne vannak. Ami pedig a reprezentációt illeti, mint már elhangzott az előző ülésen is. A reprezentáció alatt nem az önkormányzaton belül zajló reprezentációs költségeket értjük, hanem reprezentációs költségvetési sorba van besorolva minden rendezvényünk, ami a 13 településen zajlik. Legyen az falunap, legyen az aratóünnepség, legyen az bármiféle olyan jellegű rendezvény, amiben az önkormányzat szerepet vállal. Vagy például jöjjön egy kórus, ami most is lesz, ha jól tudom, pénteken a nagy templomban egy nagyon szép előadás, ahova erdélyi fellépők jönnek, az ő szállásköltségük és étkezésük a reprezentációs költségben van benne. Tehát ezt akarja a reprezentáció, nem a háznak a költségeit. Köszönöm szépen. Hvala lepo, gospodine predsjedniče, na pojašnjenjima i na i zamolio bih odbornike da postave u pismenoj formi poslanička pitanja da bismo mogli blagovremeno da im odgovorimo. Sa time zaključujemo današnju sednicu i hvala vam lepo na